mindenkit, visszatértünk, és nem is akárhogy tértünk vissza, ugyanis a körünkbe üdvözölhetjük a csodálatos feleségemet, Julcsit. Sziasztok! És semmi párhuzamot nem húzunk a boszorkányos játék és Julcsi megjelenése között. Én esküszöm, nem akartam! Esküszöm, nem akartam, csak a péniszre koncentráltam egészen mostanáig. De... most nem azért, ki ne akarna boszorkány lenni? Azt hittem, hogy ki ne akarna a péniszre koncentrálni? De nézzétek ezt! Nincs egy erős indítás, ezt újra lehet streamelni, vagy valami? Nem, kivágom majd. Ez egy kalapács. Szerintem az egy fejsze. Ez egy kalapács. Hát ez egy ilyen bírósági kalapács. Szóval a Szálem 1692-zni fogunk, hogyha esetleg nem voltatok itt az előző streamben, akkor elmondanám, hogy ezzel a livestreammel indul a FanVid Geeks harmadik szezonja, és azért, hogy ezt megünnepeljük, szerveztünk nektek egy kis nyereményjátékot is. Felvettük a kapcsolatot a Facade Games-el, akik egy zseniális kis fejlesztő stúdió, egy úriember és a felesége csinálják közösen, hallod? Ezt kellene csinálnunk. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, és most készül az új játékok Kickstarteren, a Deadwood néven, zseniálisnak tűnik, és nagyon szórakoztatónak. Most már játszottunk egyet a tortugával. Rossz helyre nézett a sárga. Mi volt a dátum? Tortug... 1697. De ez az 1692. 1600 valami más, de 7 a végén. Igen. 77! Ah, 77. Jól van, na! Istenem, tortugával! Ide vagy oda! És tortugával, pont. Tudod, hol van tortuga? Hagyd ti mellett. Mióta tanulsz te földrajzot otthon? Belehúztam a játékszobát! És most szállemezni fogunk, ami értelemszerűen kitalálhattátok, hogy egy boszorkány üldözős, gyilkolászós játék lesz. Kaci fogja vezetni, hogyha minden igaz, és... mi lesz a rikkancs? A rikkancs. És a szabályokat is rikkancsra kitöltjük. A következő persze. Képen fog kinézni a játék. Mindannyian kapunk majd egy valamilyen karaktert. Te választhatsz. Jó. De abban van a boszorkány. Nem. Ezek ilyen különleges képességek. Osztatok mindenkinek kettőt, és abból majd választunk egyet. Látod? Osztunk is, és választhatsz is. Nagyon. Kecske, káposzta. Egyik sem maradt meg, nagyszerű. Nem, nem ezen kívül ilyen kis trial kártyákat fogunk mindenkinek osztani. Ezek ilyen loyalty kártyák gyakorlatilag, hogy boszorkány vagy-e, vagy nem vagy boszorkány. Ezek úgy fognak kinézni, hogy mindenkinek ki fogunk osztani 5-öt. Az azt jelenti, hogy 4-en vagyunk, tehát 20 ilyen kártya van. Én férfi már nem leszek. A 20 ilyen kártyából 18-ra az van írva, hogy nem vagy boszorkány. Most ide figyeljetek egy kicsit, bocsánat, tegyétek félre. Az lényegtelen, mert úgyse tudjátok, hogy mit csinál a képesség, amikor nem mondjuk a szabályokat. Hogyne. Szóval lesz benne 18 nem vagy boszorkány kártya, egy darab boszorkány kártya, illetve egy darab constable-nek hívják, ez a rendőr. Az olyan magyarul. Az olyan, hogy egy boszorkány van, meg egy rendőr. Aha. Ha boszorkányt kapsz, akkor a játék végéig boszorkány maradsz. Előfordulhat, hogy az előtted lévő 5 lapból, tegyük fel, hogy ez a boszorkány, ezt tovább kell adnod. Aha. És akkor kapsz helyette egy nem boszorkány. Tehát már csak 5 nem boszorkány van előtted, de ha valaha boszorkány voltál a játék során, akkor boszorkány maradsz végig. És tehát, hogy az elején csak lehet? Egy boszorkány van, de lehet, hogy a játék során majd valamikor több is lesz. A rendőr az nem így működik, rendőr mindig csak az a rendőr, akinek éppen a constable feliratú lap van. Tehát mindig 5 kártya van előttem? Mindig 5 kártya van előtted, ja. És ezekből fogunk szépen felfedni lapokat. Majd egyesével a játék során. Notovics! Mindegyik lapod elfogy... van ez a baseball ütő. Ha mindegyik lapodat felfeded valami miatt, akkor meghalsz és kiesel effektív a játékból. Ezt nyilván nem célszerű erre rámenni. Most ez forog az agyamban, érted? Ezt tetted. Az, hogy Notovics, és különböző dallamokkal mondogatom magamban. Ez nem jó. Repre nagyon jó. Ezen kívül vannak a játékban ilyen kis szálemkártyák. Ja. A szálemkártyákból háromféle színű van, vagy hát a feketékkel együtt 4. Vannak a zöldek, a kékek és a pirosak. A körödben, amikor rád kerül a sor, akkor
itt red van írva, red. Narancsárga. Amikor rád kerül a sor, akkor egy dolgot csinálhatsz, vagy húzol két lapot, amiket csak megtartasz magadnak. Hogyha feketét húzol, azt ki kell játszani, ez az egyetlen szabály, de egyébként két lapot húzol és megtartod. Vagy kijátszol legalább egy lapot, de egyébként annyit játszol ki, amennyit csak szeretnél, de akkor legalább egyet ki kell játszani, és nyilván akkor nem húzol. Hogyha zöldet játszol ki, akkor azt kijátszod és eldobjuk. Tehát, hogy az annyi, hogy kijátszottad, eldobjuk. Ha kéket játszol ki, akkor azt lerakhatod valamelyik játékos elé, és az ott is marad, amíg az a játékos meg nem hal, vagy valamilyen lap hatására el nem kerül. Emellett kirakhatsz ilyen narancssárga lapokat. Milyen színű? Nem piros? Nem. Narancsárga. Narancsárga lapokat, ezzel gyanúsítgatjuk a többieket. A narancsárga lapot értelemszerűen nem magad elé rakod, hanem valaki más elé. És amikor valaki előtt összegyűlik 7 ilyen accusation, 7 ilyen gyanúsítás, akkor neki választania kell egy ilyen trial kártyát, és azt felfedi. És akkor ezek a lapok elkerülnek előre. Tehát aha, ha valakinél összegyűlik a 7 gyanúsított, akkor elkerül. De például Viktornál már nagyon gyűlik a... Van nem csak accusation van, hanem evidence is van, tehát 3-nak felmet. Viktor már itt van, hogy 5. Gyere, 5 van. Akkor Viktor kiátszhat egy alibit, ami eldobott maga elől 3 accusation-t. De ezt kiátszhatott bárki más elé is. Ha sejted, hogy Viktor ő jó gyerek, és meg akkor azt mondod, hogy Viktornak van alibije. Na ez az, ami nem fog megtörténni a mai streamben, srácok, ez... Miért? Teljesen biztos. Tortugán is mekkora arc voltam. Így van. Vagy kirakhatod ezt a pietyet valaki elé, az meg azt tudja, hogy nem lehet elé kijátszani narancsárga lapokat. Tehát ez ilyen permanens védelmet jelent, amíg ez a lap el nem kerül. Hogy kerülhet el? Például... A vallás és a politikai élet összefonódására véletlenül se hívjon fel a figyelmet, hogy ez az egy lapon már nem lehet megvádolni, ez egy kereszt. Olyan szép Julcsi, nem tudok másnak drukkolni. Oh, még Rimbe is szedte. Például lehet ennyi. Az, hogy azt mondod, félek, hogy Dave a bűnbak, és ez azt jelenti, hogy minden zöld, kék, meg piros lapot bárki, bármelyik másik játékos elől, azt oda toljuk Dave elé. Viktornál már ott van a 7 accusation, és azt mondom, hogy inkább Dave legyen a szerencsétlen. De ki mondja ezt? Hát aki kijátsza ezt a lapot. Aha, jó. Tehát kijátszod és választasz egy játékost. Igen. Jó. Jó, igazából ilyen lapok vannak, majd megbeszéljük menet közben. Rá van írva mindegyikre, jó, hogy melyik... Jó, segítek neked, csak mondd meg, hogy mi vagy. Melyik hogy működik. Aha, jó, ugye így fogjuk játszogatni a lapokat, amikor összegyűlik a 7 accusation-öd, akkor felfedsz egy lapot. Hogyan halhatsz meg? Ha vagy mind az 5 lapot fel van fedve, vagy az egyik lap, amit felfedtél magad előtt, azra az van írva, hogy boszorkány. Felfedjük így az első lapot, eljött is így boszorkány. Hoppá. És akkor meghal a boszorkány, vagy... Ha felfedik, akkor meghal. Igen, tehát ha felfedik, hogy ő boszorkány, és akkor és milyen ütemben fedjük fel a előttünk lévő lapokat? Hát amikor összegyűlik a 7. Igen, igen, de hogy sorban, vagy te választod? Bármelyiket, szabadon. Az van írva. És te tudod, hogy melyik? Meg az, hogy milyen sorrendben rakod. The person playing the seventh accusation chooses a trial card to reveal in front of the player. Oh. Ja, mert hogyha lemegy mondjuk egy kör, és te tudod, hogy továbbadtad a witch-tot, igen. Akkor meg tudod mondani, szóval hogy hol jelent. Van nála. De ha továbbadod, akkor igen, de nekem érdekel? Nyilván az nem érdekem. Mert ha boszorkány voltál valaha, akkor boszorkány maradsz. Tehát úgyis vége lehet értéknek, hogy mindenki boszorkány lesz? Úgyis vége lehet a játéknak. Erre nagyon kicsi az esély egyébként. De miért, hogyha megy körbe a boszorkány kártya? De nem fog nagyon sűrűn, tehát a boszorkány kártya csak akkor megy körbe, amikor ebben a pakliban, amiben lesznek a piros lapok, meg a zöld lapok, meg a képkapok, ennek a paknak valahol a közepében lesz egy konspiraci lap, az alján meg lesz az éjszaka lap. A éjszaka fognak támadni a boszorkányok, az lesz az, amikor megölnek valakit. A conspiracy lap az, amikor aki ezt felhúzza, annak fel kell csapnia egy lapot maga előtt, és aztán mindenki a baloldali játékostól húz egy trial kártyát. Tehát, ja, csak igen. Akkor megy tovább a boszorkány, amikor ez a conspiracy lap feljön. Ja, jó. Tehát az viszonylag keveset fog menni. Ja, jó, lehet, van, mert én azt hittem, hogy minden egy... körben action, és aztán továbbadsz egy lapot. Nem lehet, hogy egyet sem megy az egész játékot. Szóval, a... Nem, de teszkod. Az a franzitbe kellett menni. Muszáj volt, hát nehogy már. Öt nagyon fontos szabálya van a szállamnak.
Az egyik az, hogy... Akkor eddig miről beszéltünk? Hát nem nagyon fontos. Hát nem nagyon fontos. Szóval, az egyik az, hogy magadra soha nem játszhatsz ki lapot, illetve soha nem rakhatod ki a kalapácsot. Azt megbeszéljük, hogy mire jó. De az a lényeg, magadra nem játszhatsz ki kéket, se játszhatsz ki magadra? Még zöldet? Nem. De. Akkor... Alibit kijátszhatsz magadra, nem? Nem. Never, you can never play a card in a way that would directly affect you, such as giving yourself a piety, giving yourself an alibi, forcing someone to give you cards from robbery, or moving cards to you with scapegoat. Szóval ezeket magadra nem játszhatod, csak másra. Semmelyik lapot. Sok mindent megváltoztat azon, amit eddig mondtál. Igen. Magad egyéb, például hogy... a játékot. Nem, értem, és abszolút ideszkedik a képet, csak... Annyi, hogy magadra nem játszott ki lapokat. Ezen kívül, amikor kijátszol egy lapot, akkor amikor elengedted a lapot, akkor onnantól nem vonhatod vissza a döntésedet. Tehát, hogy az nem lehet olyan, hogy kijátszom, jaj, inkább mégse, hanem nyilván... Ez minden játékban így van. Hogyha elfelejtetted használni, minden karakternek lesz ugye speciális képessége, ha azt elfelejtetted használni a körödben, akkor így jártál. Nem hajtod az égre később. Hogyha valaki nem halad, sokat gondolkozik, tököl, akkor megfordítjuk a homokórát, és hogyha lejár, nagyon adom, ha lejár a homok, akkor kötelező jelleggel húznia kell két lapot, tehát nem játszhat ki semmit, hanem húz két lapot, és ennyi. Az volt a köre. Az előtted lévő trial kártyákat, azokat bátran, vagy ilyen titokban átrendezheted a random, tehát hogy a többiek ne tudják, hogy melyik, de nyilván fontos, hogy mindig kint legyenek előtted, hogy mi van az, ami fel van fedve, mi az, ami nincs. Ennyi időd van egy körre? Hát csak, hogyha valaki tökörészik, akkor fordítunk. Ja, ja, értem. Tehát igen. Nem én fogok, csak... Hogyha valaki... Nem, egy döntő vagy. Isten vagy. Mit vacsorázzunk? Jó, de ez nehéz. Honnan? Honnan rendeljünk most, kaját? Most fontosabb dolgok vannak. Mit szeretnél vacsorázni? Igen? Szóval, ha valaki... ha bárki meghal a játékban, akkor utolsó szójogán még elmondhatnak három szót. Három szót? Három szót. És aztán utána el kell hallgatni. Azt hiszem, hogy a bazd meg kaci lesz az, ami... Jé, pont három! Pont három! Oh, szidem! Pont kijön! Jó. Menni fog. Ennyi, ugye a konspirációt azt mondtam, hogy amikor felhúzod, akkor egyet meg kell fordítanod. Ja nem, bocsánat, akkor nem te fordítod meg, hanem a játék legelején lesz rögtön egy boszorkány, ugye nyilván. Mm-hmm. Úgy fogjuk kezdeni a játékot, hogy azt fogom mondani, hogy mindenki csukja be a szemét. Aztán azt fogom mondani, hogy a boszorkány nyissa ki a szemét. Aztán ide lesz készítve ez a fekete macska lap. És azt fogom mondani, hogy a boszorkány legyen olyan kedves, ezt a fekete macska lapot tegye oda valaki elé. Bárki elé oda tehet. Akár saját, ez az egy lap, amit akár saját magad elé is oda tehetsz. Pont azért, hogy megzavard esetleg a többieket, mert ki az a hülye, aki maga elé tenné. Amikor felcsapjuk a conspiracy lapot, akkor aki előtt van a fekete macska, attól felcsapunk egy trial-t, és utána továbbadjuk a trial lapjainkat, vagy hát egyet továbbadunk. Egyet továbbadunk, mi ismerjük a trial lapjainkat. Úgy működik, nem te adod tovább, hanem húzol egyet a bal oldalra lévő. Ne jelentkezz életem. Ez egy baráti társaság. És hogyha, ha mondjuk előttem van a blacket, és én húzom fel ezt, akkor saját magam dönthetem el, hogy melyik trial lapot mutatom meg. Magam elől. Igen. De ugye a Black Cat, lehet, hogy lekerül eléd, és aztán valaki kijátsz a scapegoatot, akkor a Black Cat is megy. Azt nem mondtad? Jó. Hát ez is kék lapnak számít. Most mondom. Azt már elfejtettem, szóval, hogy mi van a kék zöldel, de jó. A scapegoat az minden lapot mozgat, ami valaki előtt van. Jó. Kéket, zöldet, pirosat. Nekem is lesznek gondjaim, nyugodtan. Nem, ha elkezdjük, akkor menni fog. Jó, szóval fontos, hogy amikor megkapod a boszorkány lapot, akkor onnantól boszorkány vagy, de ha továbbadod a boszorkány lapot, akkor is boszorkány maradsz. Tehát, hogy az, ha egyszer boszorkány voltál, mindig az maradsz. A constable, az ugye a rendőr lesz. A játékban az viszont csak addig van nálad, amíg, vagy addig vagy rendőr, amíg nálad van ez a lap. És mi a zsír a rendőrben? A rendőrben az a zsír, hogy amikor eljön az éjszaka, ez ugye akkor történik meg, amikor a night lapot felcsapjuk, amit már elkavartam valahová. De van egy night lap valahol, itt az alján, ez a legalján lesz. Amikor a night lapot felcsapjuk,
akkor az fog történni, hogy a boszorkányok megpróbálnak megölni egy játékost. Ez a következő képen fog kinézni, hogy mindenki becsukja a szemét, a boszorkány vagy boszorkányok felnéznek. Elnyomhatjuk magukat, és kezdjük a végezeten őről. Kiválasztják, itt lesz, mit tudom én, most ez a négy játékos van játékban, tegyük föl. A boszorkány felveszi ezt a paklit innen. Kiválasztja azt, akit meg akar ölni. Az baj, hogy hallani fogjuk. Majd hümmögünk, meg csörgünk, meg zörgünk. Jó. Én énekelek majd. Jó, jó ne, könyörgöm, nem lehetne inkább hallani? Nem, nem, énekelek. Szóval, akit meg akar ölni a boszorkány, azt az egy lapot lerakja külön lefordítva, a többieket meg együtt lefordítva, és aztán amikor mindenki felébredt, akkor meg fog nézni, hogy ki az, aki ja. Mindenki így csinálja, hogy ne legyen egyértelmű, hogy mindig ugyanonnan jöjjön a hang. Hogy mit csinál? Ki csinál? Mit csinál? Mindenki középen válogasson, és akkor nem lesz egyértelmű, hogy honnan jön a hang. Vagy csendben válogasson. A segén ülve. Ilyenkor, miután a boszorkányok kiválasztották, hogy kit akarnak megölni, ezért fontos, hogy lefordítva legyen ez a lap. Utána fel fog nézni a rendőr, és valaki elé oda fogja tenni a kalapácsot. A kalapáccsal megmenthetsz valakit az a, kalapács, ami a gyilkosságtól. El lett pakolva? Igen. Aztán, hogy csak rosszalkodtok. Nem. Nem. Szóval ezt a kalapácsok, oda teheted valaki elé, hogy megments. Tehát, hogyha Déva boszorkány, és mondjuk megjelöli Julcsit, akit meg akar ölni, és Viktor meg a rendőr is ő meg megvédi Julcsit, mert sejti, hogy Dévőjét akarja megölni, akkor ez kinegálja. Hanem a Rákobból sejteném. Mert ránézel Dévre, és úgy tűnik, hogy akar jönni Julcsit, így látom rajta. Igen. Nyilván az is előfordulhat, az is előfordulhat, hogy te egyszerre vagy a boszorkány, meg egyszerre vagy a rendőr. Ezt akartam kérdezni, hogy az hogy... Hát ilyenkor nyilván a boszorkány az erősebb. Vagy hát úgy játszol, ahogy akarsz, de boszorkányként nyilván az a célod, hogy megöld az embereket. És ha egyszer boszorkány voltál, végig boszorkány maradsz. Uh-huh. A rendőr meg el fog tőled menni. A rendőr szóval meg jön meg. Ilyenkor csináltad azt, hogy téged megöllek, téged meg megmentelek, hát ha esetleg meg akarna téged ölni valaki. Ez kacsonyos. Oké, játszod. Mikor felfedjük, tudom, hogy most egyre bonyolultabbnak tűnik, de nem lesz az játék közben, higgyétek el. Szóval... Engem meggyőztem. A chat nagyon el van valami más dologgal. Igen, 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 el vannak. Kutyám, Eli. Uzsonna, meg ilyenek. Szóval mikor felfedjük mielőtt felfedjük ezt a kill kártyát, ugye akinek itt lesz a neve, az meghal. Kivéve, hogyha előtte van a kalapács. Aha. Vagy, ha előtte van az Asylum nevű kék lap, ami megvédi a gyilkosságtól éjszaka. Van még bármi más, ami negál? Ezen kívül? Ami meg tud védeni? Hát a kalapács, az igen, az Asylum. Ezen kívül az Asylum, igen? Igen. Jó. Illetve, még mielőtt felfednénk ezt, hogy mi történik, valaki dönthet úgy, hogy szint val, és mielőtt meghalna, azt mondja, hogy felfed egyet, és azt mondja, hogy nem vagyok boszorkány. És akkor ő nem halhat meg abban a körben. Lehet, hogy... Felfedni nem vagyok boszorkány, meg fel is így... Ops, ez nem az a lap, amit akarsz. És lehet, hogy itt a Viktor neve a volt, Viktor de lesz. Én fosok attól, hogy engem akarsz megölni, hogy azt mondom, hogy én nem vagyok boszorkány, engem nem öletsz meg. És itt akárkinek a neve volt... És ezt miért ne csinálnád? Hát mert ha ezek elfogynak... Mert ha elfogynak, akkor... Meghalsz. Meghalsz. Akkor meghalsz. Tehát, hogy... Meghatározott mennyiségű alkalommal mondhatod igen. Azt, hogy nem vagy boszorkány. Tudom, hogy ez számodra furcsa. Nem, csak ez olyan ritkán történik, azt mondod, hogy... Nem, ez... Az éjszaka az ritkán az éjszaka az ritkán fog történni. Hát, akkor nem fog azért elfogyni a attól kártyán. Függ egyébként, hogy milyen gyorsan. Hát jó, de most már lehet, hogy kettő kipörgött accusationből, egy kipörgött, mert nem tudom micsoda. Hogy néz ki a boszorkánylap? Az van elő, hogy vics. Bármilyen értetlen. Nem találtam volna ki. Meglepő, mi? A Notovics helyett annyi van, hogy igazából ennyi a játék. A fekete macskát ugye megbeszéltük. A Constable-ből is csak egy van? Igen. Constable se adhatja soha magának ugye a kalapácsot. Jó. Mik az... Mindegy. Akkor jó. Jó, ennyi. Úgyhogy a... Trial kártyákat kell megkeverni. Meggondolom a szálem kártyákat meg a szálem kártyákat mi ez az illefekt? Az bármilyen rossz dolog, igen. Ami történhet veled.
Hány accusation kell, hogy megmutassam? 7. 7 accusation? Én választottam. Elmondjuk, hogy kik vagyunk, meg mit csinálunk? Persze, azt meg fogjuk beszélni. Én ez leszek. Már csak azért is, mert ebből a pakliból... Milyen igen, játszottam. George Burrow... Én mostanában nem nagyon volt időnk játszani. Ki vagy Gyulcsi? Én Thomas Danforth. Thomas Danforth, te vagy a bíró. Bíró bosszok a rendőr. 17 éves kislány. Na jó, ott vannak a lapok. Jó, mondd meg, hogy ki vagy. Várjál még, én nem jutottam még el odáig. What is during the game? You may confess! Hát úgyis tudni fogjuk, gondolom. Without revealing one of your trial cards. Tehát egyszer mondhatom mm-hmm. azt, hogy... Egyetlen egyszer. Jó, ezekre nem lesz szükség. Szerintem az enyém, mint így. A Dave az éjszaka kártyát beraktad az aljára? Szerintem bekevertem az egészet úgy, ahogy van. Nem biztos, hogy jó. Az nem biztos, hogy jó! A második lap lett volna az éjszaka, az lehet, hogy... Az egy vidám dolog lett volna. Most mi baj van? Hát most... Megtanít, hogy vért akartok, vagy nem akartok ezt vért? Ezt is rak bele. Jó. Nem, az kell... Várjál, nem tudom, hogy van. Ezt azt mondom a közepén. Each time a trial is revealed on any other player, you may draw one card. Ezt a Knight-ot azt kivettem. Ja, azt kivettem. Do not draw and trials are revealed by death or confession. És aztán osz mindenkinek... Én így keverek, jó? Én is úgy kevernék, ezért nem keverek soha. Az a baj, hogy anélkül, hogy játszottam volna ezzel a játékkal, nem tudom, hogy melyik a jó, mert szerintem mind a kettő baromi OP. Én a fiatalabbikat választottam. Hármat. Halvány elképzelésen sincs, hogy mit csinál. Az egyik 71, a másik pedig 42. Az akkor egyik... te helyben vagy. Akkor 71-et ajánlom. Az hasonlít is. És ez a... Nem, nem kedves. Most mondjátok meg. Ez hasonlít. Benne van a képben? Igen. Jó, most már nincs. Ezt kevert bele. Most már egyre kevésbé nincs. Jó, csak kitakarja a webkamera. Vagy nem webkamera. Most lewebkameráztam a kamerádat. Úgy, nagyon jó. Hát hogy megy, hogyha nézed? Ez az egyik. Szerintem hasonlít. Szerintem ez inkább nem. Hasonlít, nem? Nem, de ilyen lett volna a hajat, ha megvárod, hogy megnőjön. Most épp azt csinálom. Ó, oh, megint? Azért nézek így ki. Úgy jelentek a Head & Shoulders mémek. Szóval nem tudom, hogy melyik a jó. Az Gabon csinálta? Igen. Ó, oh, imádom. Pont ma beszéltem Gabonnal. Én is. Nem, tegnap. Ma. Én tegnap beszéltem Gabonnal. Az nem érdekel. Jó, hát nyilván nem is kérdezted, nem erről van szó. Gondoltam, akkor már pontosítom. Döntsed el, hogy ki van. Nem tudom eldönteni, mind a kettő nagyon jó. Nagyon szó. Jó. Jó, Rebecca vagyok, Rebecca azt tudja, hogy akárhányszor... Az öregem! Igen. Tehát akárhányszor valaki egy trial-t felcsap, én húzhatok egy lapot. Szép. Jó, szóval most mindenkinél van 3 lap. Ezt követően ki fogjuk osztani ezeket a lapokat. Egy van. Ja, ezeket a lapokat. Keverd meg már. Addig, de elmondtátok, hogy ki mi csoda? Nem. Én George Burrows vagyok, aki azt tudja, hogy nem 7, hanem 8 gyanúsítás kell ahhoz, hogy fel kelljen csapni egy valamit. Lényegesítő arc vagy már is. Aha. Én Thomas vagyok, aki azt tudja, hogy már a 6. accusation lapnál azt mondhatja, hogy muti. Akkor neked mindegy. Igen. Mert ő meg a 7. mondhatja, ugye? Hát hogyha azok úgy... Nem, hogy megvan, vagy 6. Tehát, hogy mi, ki... Tehát, hogy... Hát most ez a kérdés, hogy ez pont ki... Igen, tehát most azt írja el, hogy a 6. Vagy azt írja, hogy egyet kevesebb. Mert akkor a 6. ez nála is a 6. Ha azt írja, hogy 6. Igen. Nem, ja, hát azt írja, hogy 6. és 7. nyilván, mert a 7. mindenki. Tehát akkor én nálad a 6. Nem? De. Nem azt írja, hogy egyet kevesebb. Hanem az, hogy 6. Kuma. The player or the seventh, you may reveal one out of it. Jó. Azt mondja, hogy... Olvasgatja a szabályokat, mert érinti a kérdés. Jó, és ebből mindenkinek 5-öt osztok? Igen. Az a doboz ajánlom. Aha, nagyon, nagyon szép. Nézzétek, nem látnak semmit? Nem, de nekem most nagyon sokat segített. Parancsolj. Most már mindegy. Baby. És nézlek, hogy mögé rakja. Hogy
Nézzétek, ez az árnyalat a kedvencem. Az összes közül. Még életemben nem kiemeli a homlokomat. Rohadékony. Bevertem a fejem közben, úgyhogy ez is a tejben. A kamerába? Látszik. Nyisd is ki nyugodtan, ügyesen. Oh. Annyira tudtam, hogy ki fog dolgozni, akkor így megrátottam. Te nagyon jó formádat futott ma, baby! Játszunk! Játszunk! Mindenkinél van 5 lap, ezt most... Nem beszéltünk olyan képességeket! De, nekem 8, neki 6, neki nem tudom, csinál, te mit csinálsz, Viktor? Én immunis vagyok a betegség effektjeire, a matchmaker és a Black Cat kártyák. Jó, a Black Cat, a Black Cat az ugye azt csinálja, hogyha előtted van, igen, akkor amikor jön a conspiracy, akkor neked fel kéne csapnod. De nem kell felcsapnod. De nem kell. A matchmaker az meg úgy működik, hogy azt ma valaki elé kell rakni. És hogyha oda rakjuk valaki elé, meg még valaki elé, akkor nekik így a lelkük így össze... Hogy mondják ezt ilyen... Egy másodpercre nem figyeltem, mi van? Ilyen soulmate-ek lesznek. Uh-huh. És akkor majd le lesz írva a lapra, se hat rám. Hogy az se hat rám. Jó, kezdhetek? Micsoda? Még kommentelek. Annyira érdekel, hogy mi történik, úgyhogy kezdj el végre, mert a szabályok alapján nem tudom kitalálni. Jó étpegi, drágám. Te vagy a Red Velvet Sandwich. Először is, gennyes tus. Baromira nem én vagyok. Baromira nem én vagyok. Viktor, kérlek, hidd nekem. Nehéz. Jó, én ennyit csináltam. Én ennyit csináltam az első körben. Neked ennyi volt? Hát már kiáthatnék többet is, de... Csak így. Ki jön? Tehát akkor én 20... Hát te. Én és 20... Mit csinálok? Húzok? Vagy húzol kettőt, vagy kiátszol legalább egyet. Hány, de kiátszasz többet is. Bármennyi. Hát akkor igen, tankosodunk az elején, gondolom. Nyilván. Nyilván a kaci taktikája. És hogyha a feketét húztok, akkor... Melyik az a szín, amit mindenképpen... Amennyit aki kell játszani azonnal? A fekete. Arra rá is van írva, hogy play immediately. Aha. Ezen kívül a zöld az eldobós, a kék az odapakolós, a piros az meg ugye egymást szopatod. Jó, azt el tudod nekem... Megkérdezed, hogy miért került ez oda? Nem. Azt kell rakom a lámpámat tölteni, különben nem fogok látszódni. Most így belevágtunk nagyon a játékba egyébként, de hogy nem volt az elején, hogy ki a boszorkány, meg ki a... Miért ennek kellett volna lennie? Hát igen, mert ugye a Black Cat-et ki kellett volna osztani. Hát osszuk, hol van? Osszuk ki gyorsan, ja. Szerintem azt is lehet, hogy bekövettük. Hát vagy Gyurcsi beöntötte az asztal alá. Nem, megnézem. Nem, itt van, ugye jó. Az mi? Az az éjszaka, az zajjár kerül vissza. Uh-huh. Nem emlékszem, hogy mondta volna, hogy az elején van egy éjszaka azonnal. Nem. Nem éjszaka van, hanem... Nem éjszaka van, hanem csak így elpakolja. Hajnal van. Aha. Szóval, a chat, ez nyilván egy olyan játék, ahol mi nem fogjuk tudni egymásról, hogy ki kicsoda. Úgyhogy arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egyrészt ne legyen az, hogy Gaci csal, mert akkor nyilván az lesz végig, hogy tényleg hol csalt, mit csalt. Másrészt meg, hogy ne árulkodjatok, igen, hogy ki néz föl, meg ki nem néz föl, meg ilyenek. Szóval, csak hogy mindenkinek tiszta legyen, azt fogjuk csinálni, hogy az én leszek a rikkancs. És azt fogom mondani, hogy és mindenki csukja be a szemét. Szóval azt fogom mondani, hogy most a boszorkány nézzen föl. Aztán azt fogom mondani, hogy a boszorkány vegye el a fekete macska lapot, és tegye oda valamelyik játékos elé. Aztán azt fogom mondani, hogy a boszorkány csukja be a szemét, fogok hagyni időt, hogy legyen időt gondolkozni, meg csendesedni, meg ilyenek. Nyugodtan, nem tudom, csúszhatok közelebb az asztalhoz, hogyha úgy érzitek, hogy... Lehetőleg még előtte. Valakit. Igen, ne közben legyen nagy helyezkedés. Ne, pont elérem. Kezed, amikor nyúlsz érte. Én azt fogom mondani, hogy most mindenkinek legyen becsukva a szemel, ugye a boszorkánynak is, utána azt fogom mondani, hogy egyszerre mindenki nézzen fog. Jó. Jó? Menni fog. Ja, és adunk valami hangot? Hát... Piu! Megoldottuk. Vagy dobokhatunk a lábunkkal, vagy... Azt a szomszéd csekfőgő szeretne legjobban csinálhatjuk. Hümmöghetünk. Csinálhatjuk, olyan rég rúgtak ki lakásból. Vagy... nem tudom, ilyesmi. Jó. Jó? Akkor... Egyezünk meg valami egységesben szerintem. Lehet ez a hűmösés, lehet ez a... Én nem akarok. Brum! Vagy csak megpróbáltunk nagyon csendben lenni. Hú, azt nagyon... Legyünk nagyon csendben. Úgy is zúg a lámpa a kamera már. Igen. Jó. Jó. Kikapcsoltad a zenét? Na, persze kikapcsoltam. Na. Mehet? Lehet, hogy feltűnt volna. Igen. Akkor most mindenki csukja be a szemét. Most a boszorkány nézzen fel.
Most a boszorkány fogja meg a fekete macska lapot, és tegye oda valaki elé. Most a boszorkány csukja be a szemét. És mindenki nyissa ki a szemét. Te büdös boszorkány szar! Elgondoltam. Ezt hallottam, amikor ide rakta valaki elém, de ezt nem tudom, hogy ki nem hallottam. Akinek pattantak el. A lement valójában, akus, három kör, engem egyszer kalodába zártak, úgyhogy én ebből kimaradtam, egyébként lapokat húztunk, az elején pedig Júcsi kapta a fekete macskát, ami mit tud életem? Ha majd eljön a valamicsoda, akkor én nekem kell felfordítani egy kártyát. Így van. Tehát te nagyobb veszélyben vagy. Így van, ki jön? Többiek. Te jössz. Én húztam. Akkor Kaci. Te húztál? Nálam 2, 4... Viktor, hány lap van nálad? 8, 9. Nálam csak 2, 4, 6 lap van, mert te egyszer játszottál és nem kijátszottam. Egy körben kijátszottál, úgyhogy te most te jössz és húznod kéne. Mert akkor 8 lapot kéne, hogy legyen. Én a kormány kárára poénkodtak, persze, hogy összes. És pont 3, jól csinálhatod, hány lap van? Az, hogy három különbség, az nekem pont... Hosszabbakban nézőszámunk egyébként 400-ról nullára a Twitch szerint. 11. Ó, visszajöttek még. Neked 11 lapod van. Akkor te már 20 rád. Neked hány lapod van? Nekem 9. Akkor te jössz. Meg én? Mert Júlcsinak 11 van, tehát ő már húzott. Nekem azért van 6, mert ugye kettőt nem húztam és egyet leraktam, tehát ez pont 3 diff. Fekete? Conspiracy! Ez Júlcsinak nem annyira jó. Mert hogy Júlcsi... Nem félek. Most egyrészt fel kell, hogy csapjon egyet. Melyiket? Nem, Dave csap föl nálad egyet. Rámutatsz, és majd én felcsapom, jó? Ugye a szemközti kamera óta semmit nem láttak, az durva, amióta az elfogad. Not a witch! Én pedig húzok egy lapot, mert akárhányszor reveal-elnek egyet, én húzok egy lapot. Nem Júlcsi választja, hogy melyiket fel? Nem, ilyenkor a... Az, aki felhúzta. Okay. Igen. És amúgy nem lesz olyan ritkán éjszaka, mert ez a deck mindjárt elfog. Igen. Megbeszéltük, hogy jó, nagyon nagy deck, de igazából 3 perc. Igen, jelent, igen, el kellene kezdeni akuzálni. És most mi lesz a macskával? Nézzel közel folyamatosan, hogy minden rendben legyen. Elmegy. Visszakerül majd a dobóba. És még egyszer valakire rá lesz rakva? Ja, igen, a szemközti kamerával meghalt az egész. Ahogy akkor veszek, lerántotta az egészen. De hogy így most? Ha, mindjárt megnézem. Mert lehet, hogy senki előtt nincs volt ilyen. Ezt mindjárt megnézem. De addig igazából most ez lement. Úgyhogy most mindenki húzott tőle balra ülőtől egy trial kártyát. Ezt kérem. Ja. Én melyiket vihetem, Viktor? Én ezt a szélsőt szeretném. Én azt kérem. Jó. És akkor mindenki nézze meg, hogy a most összeállt deckében mi történt. Ó, tényleg megnézhetjük az egészet. Igen? Mert? Hát mert nyilván, mondta, ha már elfelejtetted, hogy hova raktad például a boszorkányt, akkor jobb most megnézni. Hát az kifelejti el. Mármint, hogy azt, de nincs. Nincs, és soha nem is láttam még olyant. Azt hallottam róla, hogy... Igen. Meg érted, tehát a witch kártya az piros, nem? Ja. Meg van a szélén egy ilyen kis... Én igazából csak lapokat gyűjtögetek, mert reménykedem, hogy az jó lesz majd valamire valahogy. Én biztos vagyok benne, hogy az jó lesz. Tehát a macska az egyszer játszik a játékban? Nem, hát nem, majd vissza fog keveredni, és akkor mostantól egy sima kék lapnak számít, tehát kijátszhatod majd, ha felhúztok bárki elé. Ah, hogy az mostantól kék lap. Igen. Mostantól az egy hagyományos kék lap lesz. A Conspiracy visszakeveredik majd. Igen. Oké, és ki jön? Dave húzta, akkor én teljesz. Az előbb ki vizé nagyon sokan igényelték azt, hogy csináljunk meg valamit. Megjelent egy szemtanú a helyszínen. És azt, hogy melyiket, azt te mondod meg? Nem. Ilyenkor szerintem igen. Szerintem igen? Mert hogy az úgy user, igen, persze. De azért biztosan más megnézem. Másikat. Azt. Másikat. De nem akarok választani másikat, és nem is megyek bele ilyen dupla-tripla izékbe. Játszatok még ki lapot? Nyugodtam. Én összejön. Viktor!
Igen, the person playing the seventh accusation chooses a trial card to reveal. Viktor! Na, most... Viszont akkor mindenki egyszerre. Mit csinálok? Oh. Eldobod az összes kártyát a kezedbe. Miért én kapom a legrosszabb? Nem! Vitatkozhatunk arra, melyik a legrosszabb. Ez itt lehetett volna egy kezemből. Jó, de csak azért, mert tudod, hogy ennek a kettőnek mi a vége. De hogy egyébként lehetett volna ez rosszabb. Tehát én ezt nem merném megcsinálni Jócsival. Mindegy, segítettél, mert mostantól tudom, hogy ezt eldobhatom? Vagy mi van? Igen, a zöldek azok ugye eldobósak. És ez most eldobódik, gondolom. Igen. Pedig. Na. Ja, jól nézett ki, Viktor, jól nézett ki, igen, szép munka. De ott hagyhatjuk az új a keverésség, én benne vagyok. Igen, én kimaradok, úgyhogy te jössz rögtön. Most azt hiszem mindenki utál. Egy körben. Megtaláltam. Nice. Az elhagyott zsebkendőt. Ami... ben lévő takony... arra enged feltételezni, hogy meg voltál fázva. És az az ember, aki hallotta, hogy mi történt, és influenzás volt, mosorkány. Ez így hat... és rohadt... annyira jó lett volna, ha hatnál elfogy, és akkor körömbe így lerakom neked a szamarat. Mit tud a szamár? Az átrakja hozzá. Na, több vécs, de húzok egy kártyát. Mert ugye a reveal-nél, minden reveal-nél húz. Minden reveal-nél én nem húztam az előbb. De neked nem kell. Én, ja, csak te húzol minden reveal-nél. Ja, te húzol minden reveal-nél. Azért, mert én nem voltam súlyosan fogyatékos, amikor választani kellett karaktert. Viktor? Pörgessük. Igen, azt mondod? Kell neki a lap. Kell bele erős. Nem is tudom, hogy miért. Bocsánat, az egyik, hogy ne halljak meg, ugye? Igen. Jó. Hát az a lényeg, hogy elkapjuk a boszorkányt. Igen. Tehát az is jó, hogyha minél hamarabb rábukkanunk a boszorkányt, csak ha közben elkezdjük felakasztani a falusiakat... Kaci, nem lép. Én húztam. Meg Júlcsi is. Már azóta körbe mentünk még egyszer? Hát Júlcsi, az rugdos az attól, hogy húzzál már! A térfigyelő kamerák téged felvettek. Mit tudsz elhozni mentségedre? Lesz a szarom. Akkor passz. Kész vagy? Kész vagy? Merek ezek után bármit? Kaci, megtennéd, hogy odaadod a lapjaidat a gyönyörű feleségemnek? Vagy adhatod nekem is? Nem. Another player. Vagy nem. Of any other player. Ne, amúgy is neked adnám. Ha magamnak adhatnám, akkor... Jaj, nyilván! Thank you! Victor. Thank you! Oh, ez a játék, ez kurva jó! Mi az? Kimaradsz egy körben. Mi bajotok van? Csak azért, mert nő? Arra nem tudok semmit rakni, ugye? Mi ez? Boom, shakalaka! Mi ez? Ja, de még nem volt, most írod majd. Vagy mi van? Igen, azt hagydott, amíg. Jó. Mert még Viktor van. Mi ez, tud bármit csinálni? Ott közben? De nem. Tessék! Tudsz ezzel bármit csinálni, mert akkor pördi csinálj. Ja, semmi! Nagyon gyorsan, te választasz. Neked kell megmondanod, hogy melyik nekem? Az. Akkor ez. Majdnem. Most jön az éjszaka, igen. És akkor kivéve, hogyha... Elfelejtettem, mi történik éjszaka, de mindegy. Ez mindegyit hagyhatjuk. Igen, és hogyha kijátszol, akkor nem feltétlenül kell húznod, de neked muszáj húznod meg is, hogy kijátszol. Igen, mert eldobtam mindent. Úgyhogy húzok egyet, és aztán húzok még egyet. És akkor igen. Minél megadtam. Milyen? Éjszaka van. De várjál, én még nem rakhatok le most lapokat? Nem. Azonnal van éjszaka. Nem, hát...
Viktor volt, utána én jövök. De én nem, nem rakhatok le semmilyen lapot? Miért rakhat? Hát mert... Nem, vége a könyv. Azért! De ez a kezében marad az alap, nem? Ez azonnal megtört. Én ezt nem adom oda senkinek most már még egyszer. Hát pedig egyébként vicces lenne. Hát majd megkapod, Viktor. Valaki el nem dobatja... Fenyegetőzünk nyíltan, nem? Ja, ő, igen, igen. Igen, igen. Egyértelműen. Meg ha most éjszaka van, akkor én már nem fogok a következőbe kimaradni, mert mindenki elfelejtette már, hogy mi volt tegnap. Én nem. Ezt akkor visszatenném. Emlékeztetően maradjon. Jó, szóval éjszaka van, úgyhogy a következő dolgokat fogom mondani. Ezt készítsük ide, hogy mindenki elérje. Viktor becsukta a szemét. Ez... Gondoltam, most jön ez a rész, hogy ezek szerint nem. Szóval a... Csak próbáljuk el, jó? Hogy ne legyen belőle probléma. Azt fogom mondani, hogy mindenki csukja be a szemét. Aztán azt fogom mondani, hogy a boszorkány nyissa ki a szemét. Jó, kinyitom. Aztán... Aztán azt fogom mondani, hogy a boszorkány vegye föl innen a paklit, kiválasztja azt, akit meg akar ölni, azt lerakja külön. És magamat is megöltem? Boszorkányként meg. De akkor veszítesz. Ja, miért? Kérde, ha már ugye továbbadtad valakinek a boszorkánságot. Mert akkor... És egy teljesen véletlen rendőr megvédheti magát? Nem. A rendőr nem védheti meg magát. Mert hogy nem játszhatsz ki magadra semmilyen. Igen. Ez nem lap. Szóval kérdés. A boszorkány kiválasztja, hogy kit akar megölni, az összes többit pedig így mellé rakja. Ezt követően azt fogom mondani, hogy a boszorkány csukja be a szemét, aztán azt fogom mondani, hogy a rendőr nyissa ki a szemét, helyezze el valaki elé a kalapácsot, aztán a rendőr csukja be a szemét, és aztán egyszerre mindenki nézzen föl. Bocsánat, de a mindenki, aki volt boszorkány, kinyitja ilyenkor a szemét? Vagy igen. Az aktuális? Mindenki, hát mindenki aki volt boszorkány, és akár meg is beszélhetik, hogy... Mi van? Semmi. Én csak érdeklődtem. Meghalok, mi lenne? Igen, Viktor, nem tudom, észre, de Natovich, Natovich, tudod, mit jelent az, hogy, na, tehát, hogy látod, hogy nem vagyunk? Igen, nem. Tehát, ez, tudod, a következtetés, az információk és a végkifejlet közötti következtetés különbözik. Én adom. Én nem vagyok jó matekból, de Kaci előtt 5 lap van lefordítva. Amely... Kaci ennél sokkal szélesebben vigyorogna, ha jöjjön Natovich. Jó. Hill House 144, nagyon szépen köszönjük a feliratkozást! 3 hónap! 3 hónap! De drága vagy. Bizakodó. Elmehetünk végre aludni? Na. Menjünk. Kezdjük a szembecsukást. Jó! Jó, mehet? Mehet. Gyerünk. Jó, akkor mindenki csukja be a szemét. A boszorkány nyissa ki a szemét. A boszorkány nyúljon el a lapokért és vegye őket kézbe. Boszorkány válasszon egy embert, akit meg akar ölni, és azt tegye le külön, fejjel lefelé. Aztán a boszorkány tegye mellé az összes többi lapot fejjel lefelé. Aztán a boszorkány csukja be a szemét. Aztán a rendőr nézzen föl. A rendőr tegye le a kalapácsot valaki elé. Aztán a rendőr csukja be a szemét. És aztán mindenki egyszerre nézzen fel. Na. Most az van, hogy... Hogy elmosottam ettől, egyszerűen becsukos gyalogtam. A boszorkány megpróbál megölni valakit. A rendőr megpróbál megvédeni valakit. Ha ez ugyanaz, akkor nincsen semmi probléma. A következő dolog fog történni, meg fogom fordítani ezt az órát, és egy órányi ideje lesz mindenkinek gondolkozni azon, hogy tesz-e beismerő vallomást, vagyis felcsap egy lapot, és akkor ő nem halhat meg abban a körben. Uh-huh. Jó. Jó? Úgyhogy ezt csak megfordítom. Te ugye védve vagy. Mint egy állat. Úgy, neked ezt nem kell. Nem én vagyok a boszorkány. Ez most így releváns. Nem. Nem azt kell mondani. Nem. Nem, fel kell csapni egy lapot. Fel kell csapni egyet, ha nem akarsz meghalni. Én például Priti nem akarok meghalni. Mert mint egy... Van arra is esély, hogy nem te vagy a kártyán. Azt értem, de biztos...
Szerintem nem vagyok a kártya. Ne, biztos én vagyok rajta! Jó, úgy néz ki, hogy mindenki végtelenül be van szarva, úgyhogy mindenki felcsapott egy lapot, kivéve engem. Mert te ugye védve vagy a kalapácsától. Megnézhetjük, hogy kit akart megölni? Mert az azért szerintem egy fontos információ. Ne. Jó, nézzük meg, hogy kit akart megölni Júcs, vagy boszorkány. Ha! Nem én voltam. Pedig Jó, azt hittem. Én azt hittem, hogy engem akart. Nem én voltam a boszorkány. Más az. Megbeszéltük a játékereim, hogy csak azért, mert nő vagyok, nem én vagyok a boszorkány. Nem, annak kijelentetted. Ellenére, hogy nagyon szívesen lennék boszorkány nagyon szívesen az életben. Ezeket nem is kéne lefordítva lenni? Vagy csak én vagyok? Azokat most fogjuk újra keverni, igen. Na és most komolyan ezt közben jött egy donét! Jött egy donét! Azt kihagytad az elején. Hát azt visszakeverheted, de ugyanúgy kimaradsz a körödből. Tessék. Jó, nem látsz el odáig? Már, hogy én nem látok. Mi a kér? Melyik? A ref. Viktor, vad volt, csak azért vertett szét a technikát, hogy megkímélj attól, hogy lássam Dave reakcióját a csírem láttán, ha egyáltalán beolvastátok a fekete képernyőnek, hashtag Team Ginger, hashtag Team Nem Dave, hashtag Team Kaci, csal, csak az előbb elírtam, hashtag Team Yuchi, hashtag Team Ginger. Felolvastuk. Én olvastam. Így van. Kaci volt, ezért fagyom. Mi a vesztes látszatom úgy? Imádom. És szerintem a Knight ilyenkor megint az aljára körül. Ez logikus. Nyilván. Akkor tegyük be az aljára a Knight-ot. Aha. Uh-huh. A boszorkánymesterek férfiak. A warlockok. Háború lakatok? Mi? Kach? Háború lakatok? Sziasz, Kati! Keresi azt a szabályt, hogy mi az aljára kellene rakni, de... Jó, ezek eltűnnek innen? Nem. De hiszen kialudtuk magunkat, akkor viszont hogy neked van egy szamarad. Ne, neked van egy szamarad is. De az... Az csak annyi, hogy... Hogy az zöldek, azok az elzúgnak. Az de hogy csak azonnal és nem onnanta? Hát a zöld az rosszkor játszottam ki! Nem, jó volt. Most már nekem is van felfordítva, most már ilyet, hogy... Nem. Jó. Még nem vagy a kettő felfordított Netavich klubban. Mit szeretnél? Enyém? Te vagy a bűnbak. Te vagy a bűnbak, és... Hat. És az a helyzet, hogy hét. Yes. Szerintem azt nem játszhatod ki. Mit? Mert hogy az van írva, hogy from any other player. Ahogy magad elő... Nem, téged nem érinthet a kártyáhúzás. Értem. Baj. Ez baj. Nincs annyit, hogy rám rakod külön. Nos, from any play... Ja, nem játszod. Jó, húzzak, mi legyen? Hát húzzál, igen, szerintem az egy határozottan jó eszköz, hogy utána nagyon széles mosolyokat. Jó, nem eladó a hajam. Húzzak. Keresztül meg kell eladó a hajam. Régék te vöröset, tök drágán lehet eladni. Te jössz. Fegyverkezek. Én is húzom. Kettőt. Mi a pék? Mi a pék? Hat. Ez ide kevés. Nem merő a mi. Ó, ne várj! Ezt? Nagyon szívesen rábakok még egyszer. Köszönöm. Még van bennem, ugye? Még lehet? Bármennyit kiakadsz, akár még egyszer túltolhatod. Ennyi vicces lenne elé elkezdeni a farkára, hogy a mikrofon állni. Ja. Ez? And what happens now? Mit? Eltaláltad! Miért? Hát... Kattant a könyöket az elején! Meghalt a boszorkány. És ilyenkor mi történik? Nem, még csak megtaláltunk. Majd én kinyírlak.
De el akartam venni vala jóság papírját. Véget érte? Attól tartok, hogy vége. Miért csinálom mindig ezt, hogy tönkreteszem a játékot? Nem, megnyertük, megnyerted a játékot. Abszolút, szerintem ez egy zseni vagyok, ezt sikerült? Igen. Tudtam, hogy erre kell bökni, nyilván a többi nem az volt. És így felvenni, és akkor is ennyi. Én ezzel nem tudok vitatkozni. Ja. Az a kérdés, hogy játszunk-e még egyet? Hát szerintem játszunk még egyet, mert csak most... Vagy sorsoljunk. Nem, egyáltalán nem rontottad, de megnyerted. Ez nem fantasztikus győzelem volt, Júlia. És nem vagyok boszorkány, azért mert nő vagyok, meg azért mert azt mondom, hogy... Nem tudom, hogy megbánom? Mondtam. Azért egy kicsit talán ebből lehet gyanakodni, na! Szóval amúgy ilyen játék szabályzatok, nyilván ugye mi is most játszunk először, hogy... Nagyon rossz lenne, ha most találnád ki, hogy... Nem, ér véget a játék. Nem. Ez most már össze lett túrva. Szóval, hogy bonyolultabb legyen a játék, lehet úgy játszani, hogy amikor a conspiracy van, akkor nem így fixen a balról húzol egyet, hanem bedobjuk középre, megkeverjük és random szétosztjuk. Ezzel kicsit lehet variálni. Illetve, hogy avoid extra short games, amikor valakinek még 4 vagy 5 lapja van, tehát mint például most nálam, akkor Julcsi nem felcsap egyet, hanem megjelöl 2-t, és abból én dönthetem el, hogy melyiket fedem föl. És akkor nincs az, hogy valakinek még mind az 5 lapja megvan, de egyből beleböknek a boszorkányba, hanem lehet ezzel játszani. És nyilván ezzel is lehet azt úgy izélni, hogy megjelölöm ezt, meg megjelölöm azt, és akkor nyilván a reakciókat figyeled meg az izélt, hogy... Ja, én... Kapszi nagyon sok időt tölt ilyen játékokkal, ugye? Ő csak ilyen mindgames dolgokat szerint, mivel egy életre. Mennyit osztunk? Ezt is belekeverjük. 3-at. Osztunk új karaktereket? Aha. Igen. Én szeretném, ha Dave az idős néni maradna. De amúgy Én is egyébként baromi jó. Annyi, baromi jó kártyáim voltak. A következő körben nagyon jókat. Tarolás lett volna? Hát, nem is tarolás. Nem, mert valószínűleg a te kártyáidat vettem volna el. Mert jó, csinálj nagyon sokat kifakult. Húzzatok 2-t. Oh. És az övét akartam nyilván, de hogy... Azt mondta, neked húztam életem. Kösz. Lehetek férfi. Azt nem te döntöd el. Mert ugyanaz húztam, mint az előbb. Nem lehet, mert azokat nem kever. Ja, az egyik az lehet. Igen, hát az, amit nem lehet. Szeretnél egy másikat? Igen. Ha! Csini lány. Az enyém is, de csak 11 éves, akkor már lehet ezt mondani. Nem. Nem, de már mindegy. Akkor inkább a 71 éves bácsi találtam. Lehet, hogy ő is. Ah, ez mennyire OP! Melyik? Jó, elmondom, nem, 2 lap van, amiből most döntök. Az egyik az azt tudja, hogy amikor 2 lapot húzok, és mind a 2 accusation, akkor megmutathatom, hogy mind a 2 accusation, és húzhatok egy 3. lapot. És ha az is accusation. Vagy... Egyetlen egyszer sem fog bejönni. Vagy van Abigail, aki azt tudja, hogy amikor kijátszod a final accusation, tehát valakit effektíve bemártasz, akkor magad elől az összes ökizésen beldobhatod. Már általában most azt vettem észre, hogy megvárjuk a hetet. Egyben baborítjuk, igen! Igen, általában nem gyűjtögetős játék ez, na! Igen, el kell ezeket osztani. Ez már az utolsó, hashtag team fiatal név, hashtag team nem ginger, hashtag team jócsi, hashtag team kacicák, hashtag team Pityke King, nagyon király vagy Pityke, nagyon szépen köszönjük. Gályos. Megint húztam egy 72 éves öreg nénit. Szóval én az lettem, aki ha 2 accusation-t húz, akkor húzhat egy 3-at. Julcsi. Én N vagyok, aki, hogyha lerakja az utolsó accusation kártyát valakire, az még mielőtt ő felfedné azt a kártyát, én húzhatok 2-t, és ugyanabban a körben használhatom őket. Wow. Nem figyeltem. Tehát, hogyha ő borítja rá valakire a fekete műanyag papírkosarat, akkor rögtön húzhat 2 lapot,
és azt ki is játszhatja rögtön. Aha. Jó, van. Hát nem rögtön, azt mondja, hogy ez ugyanabban a körben, aha, tehát hogy gondolom föl megmutatja a kártyát, aha, és akkor még csinálhatok velük valamit. Az én karakteremnek értelemszerűen az a neve, hogy Márta. Mert hogy miért ne? És nem, az én nem kis vetre... feleségem vagy. Igen? Hát én a Giles Cori vagyok, te meg a Márta Cori. Igen. Ah. És nulla egyéniségem van, ugyanis nekem az a képességem, ami a tőlem jobbra ülő élő játékosnak. Mert tetszett a tiéd, a másik meg szar volt. Úgyhogy... Köszönöm. Én rám az evidence kártyák, azok csak egyként hatnak. De utána választottad ki, amikor megtudtad, hogy mi az én képességem, egyként, hogy az leszel? Igen. Egyként. Ja, értem. Csalás. Igen. Csalt. Igen. Csalt. Szeretnénk, ha Kaci csak ennyire csalna. Szeretnénk. Jó. Szeretnénk, vitatkozhatunk. Ezekből mennyit osztok? Hármat. Köszi. Hármat, berakom középre a conspiracy-t. Hát belekevered. Belekeverem effektíve? Tök mindegy, hogy hol vagyok. Berakom alulra a knight-ot. A lovagot. Tetejére meg rakod a fekete macskát. Jó! Jó, mehet? Mehet. Na, akkor mindenki csukja be a szemét. A boszorkány nyissa ki a szemét, nézzen föl, válassza ki a fekete macskát, és tegye oda valaki elé. El fogunk aludni. A boszorkány nézzen le, csukja be a szemét. Jó, most mindenki egyszerre nyissa ki a szemét. Mi a fasz? Szép. Na, akkor te kezd el. Vagy nem? Vagy ki? Hogy? Igen. Ezzel mi is történik egész amikor pontosan? Felhozzuk a conspiracy-t, akkor aki előtt van a fekete macska, annak... fel kell csapnia egyet. Tehát a fekete macska az egy ilyen rossz omen. Az ne legyen előtted, amikor jön a conspiracy. Jó. Ami remélem, hogy ide fölkeverted a tetejére. Jó. Nevetnék. Elkezdünk tankosodni, és aztán elkezdjük egymás kártyát lopkodni. Mert hogy két ökizésönt húztam, úgyhogy ilyenkor húztam, hogy harmadik. Jó, nem csaptál. És már is működik neki a képessége. Furcsa. Felejtettük ezt a játékot. Mit tud a kép? Mit tudunk, Jócsi? Mit tudunk? Kacsi, nekem mindhárman gyanúsak vagytok. És jön egyenlet, és jön a rosszul ezt a három darab vackon? Nem. És ez azért, mert nem tudsz kussolni! Ez azt hiszem, ez nem volt jó. ez nem volt jó. Teljes úgy. Viktor nagyon gyanús. Rajta már kettő is van. Aha. Nice. Zeretnék azért továbbra is. Mindig csak a húzogatás. Ez így lagoltam és előre nem ettem egyébként, Júlcsin. A... Viktor. Csak a jóban. Nagyon gyanúsnak tűnsz. Úgyhogy húzok két kártyát. Ne. Hát, gyanúsnak tűnsz. Ah, most akkor most ez elég ahhoz, hogy... Igen. Aha, te választasz. Ez most igen. És ebből a kettőből az egyiket létszi. Ha, mert a másik volt a vics. Ja. Nyilván. Ja. És ha már itt tartunk, akkor... Kaci. Igen. Igen. Az enyémet tudod. Nem? Igen, mert ugye téged ez nem érinthet továbbra sem. Tehát te nem lehetsz... nem involválódhatsz a bűnbak
keresésben, úgyhogy a fekete macskát az elsőnös nem tudod tovább adni. Akkor mivel tudom? Semmivel? Semmivel, az ott van. Jól van. Akkor... Tessék megszokni. De te most mennyit húzol? Én nem is húzom. Most mi történik? De húztál már kettőt. Igen, mert leraktam hetet. Júci képesség az, hogyha az utolsót lerakom, húzok kettőt. Jó, de ez már elmúlt. Igen, és aztán... húztál még kettőt. Igen, mert ez volt a köröm. De nem, hát de az volt a köröm. Ja, mert kijátszottam. Bocsánat. Igen. Két kurva jót húzok. De nem jó így. Én jövő relatíve. Edd ki akkor. Miért kell így beszélni velem? Szóval húzok emellé még egyet egyrészt. Másrészt, mivel ugye te vagy a fekete macska, ezért megjelölöm ezt a kettőt. Jó. És ez volt a boszorkány? Aha. Hát, vagy ez. Most nem emlékszem meg. Jó, és akkor most ugye mindenki húzza tőle balra a ülőtől. Au. Húz, vagy kap? Húz. Ja. Szerintem ez a boszorkány. És most lehet keverni. Ezt megkeverhetem? Tessék? Lehet keverni. Ja, meg lehet keverni? Mhm. Uh-huh. Ja. Vagy mondjuk Kaci ne akarja, azért ne butasson le azonnal. Oh. Jó, ez a vizém. Jó van. Tirudi. Na, no, mert nekem fel volt fordítva egy. És most én jövök, ugye? Igen. Igen, és... És ez marad? Nem, az most elmegy. És fel lehet majd venni. Hála az Istennek. Elég volt. Elég volt a jóból? Akkuzációk vannak folyamatban. Mi van? Semmi. Mi van ennél? Ez mi? Oda kell adni. Nem emlékszel erre? Bébi, emlékszel, hogy ki adta vissza neked az előbb? De nem, csak el kell dobnom. Igen. Ja, nem kell oda. Nem kell oda. Nem, ez nem az, ez egy másik lap. Baba. Mennyi kell? Mihez? Hát, hogy valaki. Hét. Tessék. Azt nem egészsége. Megjelölsz kettőt? Meg. Ilyenkor megnézhetem őket, ugye? Nem. Miért nem? Hát, csak emlékeznél. Csak emlékezni kéne rá. De szépen tessék megfordítani egy ilyen. Miért ne nézhetném meg? Hát miért nézhetnéd meg? Hát de az én lapjaim. Ez egy dolog, de most már ki vannak jelölve. Jó, megnézem a szobában. Kacival játszunk. Hirtelen iszonyat szabálymókus lesz. Hát nem írják. Na! Nem írják. Akkor most egy ideig játszhatjuk a miért nem nézhetném meg? Miért nézhetném meg? Miért nézhetném meg? De vajon boszorkány vagy, vagy nyomozsau? Vajon? Az mindegy. Ennyi volt. Igen. Ez az akkuzáció itt előttem. Iktelenkedik! Júcsi, kezdem nagyon morcos lenni, azt kell, hogy mondjam. És talán valahol igaza is van. Minden rendben van, Viktor, viszont ma nem vacsoráztok itt. Azt mondod? Eljátszottam ezzel a pizzát, mint egy... Nem hordanám soha, de is eljátszottuk, mert már nem rendelünk sehol, szerintem. Ne! Zárjuk ezt rövidre, és te közben menjél kaját rendelni. De... Ha még egy ilyen menjél főzd a vacsorát megjegyzést teszel ebben a videóban. Kipakol innen, és soha többet nem jelentsz a saját streamjeidben. Ki jön? Te! Komolyan? Mindig aki kérdezi. Általában.
Ki mondta, hogy én? Akkor te is kapsz egy zsenet, és kapsz. Köszönjük szépen. Megtem egy kettőt. Én miért kettőt? Hogy tudjál mit kérdezni. Ó. Dávid? Jó. Az már... Kicsit leültünk. Jó, van. Te kimaradsz egy körből. Igen. Te meg beszopod Viktornak a dolgait. Ja. Érted? És ha már úgy itt vagyunk, akkor ezeket ledobom, felhúzok kettő darab lapot, és... vagy ezt. Ezt ebből a kettőből, bármelyiket. Oh! Nem tudom, mire számítottam. Igen, értettem! A... részemről ennyi. Ezt oda tenném. És mind oda tenném, és tennék meg mellé is. Ez három. Az hét. Ha és ez, meg az. Ez meg az. Aha. Ez nagyon egyszerű. És te el tudsz játszani, Kati, vagy felhúzod majd? Hát... majd kiderül. Nekem nagyon tetszik a képességed. Jó. Ja, hogy köszönöm. Ezt akartam ja, csak mondani. Ne. Én nem tudtam még használni, mert Viktor Ánda nem veszi a kártyáimat. Mi nem áll? De igazából teljesen igazából tényleg állandóan nem veszem a kártyáit. Következetesen is állandóan. Most mi történik? Most éppen csalkacé, az történik. Ha, te vagy a redvárt. Azt mondja egy szemtanú. Ha. Ez total bullshit. És melyik az mondja? Egyes és a hármas. Honnan számolva? Hát bal. Ja, mert hogy onnan izé... Ja. Te vagy Gyurcsi. Oké. Oké, oké! Oké, Michael. Te vagy? Az összeset. És mostantól ugye, mivel nekem meg Dave-nek már csak... ő nem de... kaphatja meg, hanem valaki másnak igen. kell adnom. Másnak kell adnom? Uh-huh. Tudom, mit adod a Kacinak. Ha én döntem el, ha nem, akkor az... Ez ki dönti el? Gyurcsi dönti el? Uh-huh. Take all cards from the hand of any other player and give them to another player. Igen, jó csinálti el. Miért? Mit csináltam? Mit tettem? Én vagyok az, aki visszaadta a szaros lapjainak. Te azt megvan, hogy mit csináltál velem az előbb. Mit? Valamit csináltál. Valamit csináltál. Megvan, csak neked nincs. Na. Jó, én most kimaradok egy körből, ugye? Viktor. Ja, te most kimaradok. Nem most maradsz ki. Nem. De várj, azt kell fel... Igen. Nem, ja. Most itt, az igen. Éjszaka. Akkor éjszaka van, srácok. Néhát éjszaka. Jó. Szóval, most is az fog történni, mint az előbb. Ja, ide készítem. Ezt kidobhatom? A... Igen. Ide készítem a gyilkolós kártyákat, ide készítem a kalapácsot. A gyilkolós kártyákból ugye majd egyet kell külön rakni lefordítva, a többit meg egy pakba lefordítva, aztán meg oda kell tenni valaki a kalapácsot. Mehet? Nem tudom, ki védett meg a múltkor. Ahol? Te? Király. Na, akkor mindenki csukja be a szemét, a boszorkány nézzen föl, vegye el a kill paklit onnan fölülről, válassza ki, hogy kit akar megölni, azt a lapot tegye le fejjel lefelé külön, és tegye mellé azokat a lapokat, amiket ugye bent tartottam, addig 3-at, azt tegye le mellé külön, fejjel lefelé egy pakliba. Hogyha ezzel megvan, akkor csukja be a szemét, ezután a rendőr nézzen fel, fogja meg a kalapácsot, tegye oda valaki elé, ezután a rendőr nézzen le, csukja be a szemét, most mindenkinek csuk van a szeme, most mindenki egyszerre nézzen föl. Nekem nincsenek lapjaim. Na! Szóval megvan a kalapács, az Júlcsi előtt van, úgyhogy ő biztosan nem hallhat meg ebben a körben.
ez megölhet valakit, aki bárki lehet. Ennyi időnk van elrönteni, hogy akarunk-e konfesszálni, vagy nem akarunk konfesszálni. Kérhetem a... Talán gondoltad, hogy akarsz. 5, 4, 3, 2, akarok! Én is nagyon szeretnék. Ez? De három van már csak! Én ezt meg fogom kockáztatni. Jó, ugye... neked már csak három van, nekem már csak kettő van. A... Ránk már ugye nem működik az, hogy megjelöltök kettőt, és abból tudunk választani. Tehát akinek már csak három, vagy kettő, vagy egy van, ott azonnal felcsapjuk azt az egy lapot. Tehát úgy csinál, még ugyanúgy meg kell jelölni a kettőt, de senki más nem, már nem kettőt jelölünk, hanem egyet. Sem. Már három más sem. Csak a négynél meg ötnél. Zsír. Jó. Jó, és igazából megnézzük, hogy kitölt volna meg. Ugye Dave még veszélyben van. Baj, azt hittem, hogy a vagyok! Na, ezek ki? Ez már meg van keverve és vissza? Igen. Azokat belekeverjük? Igen, nem? Belekeverjük. Hát most úgyis megkevered. Ja. És Viktor még majd húz egyet, mert ugye... Akartam is kérdezni, hogy kimaradok-e így egy körből jól. Hogy csak egyet húzok. Tehát technikailag... Add ide. Na, és akkor... Húzok egyet. Mi van? Sem. Mi az? Mi az? Majd elmondom a végén. De a végén! Mi történt, Júlcsi? Semmi. Húztál, Viktor? Ez a fajta semmi a legidegesítőbb dolog a világon. Mert tudod, hogy valami. Te vagy a matchmaker egyik párja, hogyha valaki elé oda kerül ez a match, a másik ilyen matchmaker lap, akkor ha bármelyikötök meghal, akkor a másik is meghal. Igen, az előző körben nálunk volt. Nálam volt mind a kettő. Csak nem tudtam mire való, úgyhogy elraktároztam. Szép. Pedig egyébként... Pretty coolnak tűnik, igen. Aj, Viktor. Megvédelek a gonosztól. A gonosztól is. És... És kapsz hármat. Oh, thank you. Megvédelek a gonosztól, hogy te kapsz hármat, tessék. Én miért? Ennyi? Mhm. Oké. Kö. Te most kimaradsz, vagy nem maradsz ki? Ja, nem. Van. Hát akkor mozogjál. Csinálj már valamit. Nálad nincs lap, te eldobtál mindent, és kipörgettünk egy egész pakkot. És? Akkor Dave-nél van a másik meccs meg. Súlyos hibát vétesz ezzel a számolással kapcsolatban. A kiskutyánk beverte a fejét. Életem. Jaj, nagyon éhes már. Igen, tudom. Eli? Nem. Helyedre. Mindjárt jövünk. Oh, na! Ez én húztam. Spoiler, egy társas van. Én direkt nem olvasok most kommenteket, mert valaki, igen, az a, valaki az lenyögi. Az egyszerűbb, igen. Te jössz, Kaci. Szerintem Tomi instant kibannol. Mindenki. Az biztos. Röptében még el is töri a karját. Húztam. Húztál? Igen. Csak most egy emberként mi a kő? Rá nem Viktor rakadsz. Nem lehet. Viktor, miért? Nem rakad piros lapot. Piros lapot, mert megvédte a Kaci. Te boszorkány! What? Akkor... Akkor rád rakom. Sajnálom. Hová ott van? Mi van? Megjárodottam? Igen, itt már abban a méretben már nem lehet választani.
Ebben a méretben? Hát ebben, ha már három van, akkor mert nem lehet választani. Eli, okay, jó. Felnyugodtam. Kösz. Okay. Kösz. I guess. That escalated quickly. Tényleg. Mennyi ez? Akkor ennyi elég. És húzok ugye két lapot. Abból az egyik a Kanzespiracy. Ja. És akkor mi történik? Ugye nincs kint senki lőtt a macska. Igen. Ugye annyi, hogy húzunk egy lapot tőlünk egyet balra ülőtől. Ja. Nem húzunk. Jó. Ja, ezt eldobom addig. Aha, vagy meg, nem? Hát én felfordíthatok egyet most tőled, mert hogy itt összegyűlt a hét. De az előbb kellett volna csinálnod, nem? Az előtt. Hát az ilyen... Ja, melyikhez nem nyúlt senki? Nem, nem... Hát... Vagy ugye, ha ez így nem, történt, akkor megkeverhetem. Bocsánat, a reveal előtt kell nekem húznom két lapot. Uh-huh, igen, úgyhogy úgy, ez így kellett, hogy történjen. Így kell, de megkeverheted. Megkeverheted nyugodtan. Meg te még választhatsz. Miért? Hát meg négy vizéd van. Igen, tehát neked még van én kettő meg, választás. Aha, meg lehet, négy alatt nincs kettőt, már. Aha. Na, remélem, hogy elindem valamelyik elektromos eszközt rá. Nem hiszem. Nem a labdáját. Ah, az jó. A labdájával van folyamatosan elfoglalva. Ez most egy új labda? Vagy... Ah, nem, ez még az. Mit értünk az alatt? Hát az előző. Hát tudod, na, az. Ebből az. A kettőből válasz ki valamelyiket. Micsoda meglepetés. Jó. Nem vagy boszorka. Nem vagy boszorka. Én rád ezt kijátszom. Csak hogy kétszer is meggondold a dolgaidat, amikkel itt foglalatoskodtál eddig, és... Most ti összevettek így láncolódni? Igen, ha bármink meghal, meghal a másik is. Jó, oh, yeah. Nice! Most dope. That's dippy dopey dope. The dope, the dope, the dope. Illetve... Szerintem elég lesz most már. Azt szeretném, már. Hogy te... Igen. Gyermekem, adod az összes kártyádat Viktornak. Mi történik? Jó. Hát itt alapjaidat. Amúgy mit sejtünk ki a... Szerinted én mit sejtek, Kaci? A kis vizé. Azt ja, tudom, hogy te próbálsz engem bemártani, de szerintem pont, hogy te vagy a boszorkány. Én rossz vagyok ezekben. Nem hiszem. Úgyhogy csak próbálom túlélni. Biztos, hogy te vagy. Hát, nézd meg őket. Teljesen. Nem, meg fogok halni. Ha. Ki jön? Én? Uh-huh. Én. Mi ez a conspiracy kívánt most? Megölöm magam. De meg akkor ez így, tehát hogy az megvan, hogyha ő meghal, akkor te is. Igen, de én nem akarom megölni. Akkor miért? Ja, hát most te, nekem teljesen mindegy. Na, belekavarodik a boszorkány, látod? Próbáljaid, de... Ajajajajaj. Hát jó, hát akkor vagy engem, vagy Dévet meg kell ölni nagyon gyorsan. Vagy egyszerre mind a kettőt kennem. Az is valami. De hogy elég az egyikünket, mert meghal a másik is. Úgyhogy Júlcsi, ha nem vagy boszorkány... Az a baj, hogyha Júlcsi boszorkány, az azt jelenti, hogy Dave-től kellett, hogy kapja. Vagy ő, az elejétől az volt. Uh-huh. És ha húztad el tőle a kétszer. Ha az elejétől az volt, és meghalunk Dave-vel, akkor 1v1-ben maradsz vele. Uh-huh. Hogyha Dave-től húzta, és meghalunk ketten, akkor ugyanúgy 1v1-ben maradsz vele. Nice! És... Akkor unlimited lehetőség. Jövök! Te jössz, te boszorkány. Há, úgy el fogja valaki vinni az egész paklimat egyben, hogy öröm lesz nézni. Ugyan, ki tenne ilyet? Csináljunk valamit. Ki kell játszani? 6. Öljük meg Dévet szerintem. Miért? Miért akarsz meghalni? Mert ő a boszorkány is. Ja. Hát akkor legyél öngyilkos. Jó. Nem játszhatok ki magamra a lapot.
Hát de mondd, hogy én vagyok a... Ez? Uh-huh. I did my part. Good job. Jaj, jaj. Te vagy. Megölünk. Nem te vagy. Mindenki számolgatja egy kis kártyáit. Meghalsz. Miért engem? Meghalsz. Ha nem vagy boszorkány... Ez járt. Először is. Ez járt. Ez talán egy ideje járt. Lehet, hogy úgyse a boszorkány. Másodszor is. Biztos, hogy úgyse a boszorkány. Különben miért akarta volna megkeverni? Jó, mert... Engem próbált meg megölni. Már most már mindegy akkor. És Dévet mentette. A megmentő. Mi? Ki mentette Dévet? A megmentő a fél időben. Éjszaka a rendőr rárakta a péniszt. Értitek? Én értem, igen, teljesen. Fél időben állott a pénisz. Ennyi? Ennyi. Kimaradok. Ez csak öt, ne izgulj. Csak öt? Uh-huh. Akkor minden rendben van. Jó. Ez viszont hét. Ezt. Ezt fordítsam fel? Ezt. De nekem nem lehet az, hogy választok? Nem, nem, mert három, nem, mert nem. Három van. Úgyhogy ezt fordítsd fel, és... Ezt. Ütögesd a pénisszel, érti? Ekkora csanter vagyok! Miért nem segítetek megölni a rendőr? Mit? Mint hárman boszorkány? Most ebből véget ért az egész meccs? Tessék? Ebből véget ért az egész meccs, ha meghal egy boszorkány? Mert annyi van még, mint a mész, gondoltam, hogy befejezzük! Az, akinél van, nem? Az... Asztal hal meg. Nem. Csak egyébként úgy játszanak. Nem, ők is boszorkány. Akkor kétszer rontottam el ezt a kört. Igen, baby, mi arra vártunk, hogy mindenki felhúzza, beestöledik, kinyitjuk a szemünket és kinyírjuk. Mi erre vártunk, én nem akartam bögdösni senkit, úgyhogy húztam, mint egy állat. De nyilván tudjátok, te tudtad, hogy a Viktor... Kaci azt hitte, hogy... Kaci abszolút azt hitte, hogy én nem vagyok boszorkány, nem fogom összetörni az álmait, amikor megölhetem éjszaka. Egy kör alatt megölhettük volna. Én nem voltam be... Mind a hárman tudtuk hármunkról, jó, hogy boszorkány. Én nem voltam be... Nekem esélyem nincs arról tudni, hogy te boszorkány voltál. Igen. Sejtettem, hogy az voltál, mert az arcod alapján, de én nem tudtam. Most lettem az, mert a Dávidtól kaptam az igen, elhúzogatjátok egy másnap, végig ment a körhoz. Még meg akart engem ölni, felhúzta a szélső kapon. Nem akartam, megpróbáltam azt, hogy ne így az, hogy boszorkány vagyok. Jönnek a jó cuccok, hát hagyj jöjjenek. Én azt tudtam, hogy Dév boszorkány. Nagyon bíztam abban, hogy nem találom el a boszorkány lapját. A kettőből, Viktor! Meg volt az esélye, és nem sikerült, jó? De gondoltad! Oké, állj! A most eredeti, tehát most a szabályoknál maradnánk, akkor most nem lett volna vége a játék. Hanem menne tovább. Menne tovább. Jó, ez nagyon... Bocsánat. Semmi baj, nagyon éles vagy te is. Én igen. Is. És magamra jó, raktam a péniszt egyébként. Azért rontottam el. Nem rakhattad volna magadra tudom. A péniszt. Ja! Csak de... amint magamra raktam, bepánikolt, mert én voltam a rendőr. Aha. És magamra én raktam. Én azt hittem, te vagy fel. Azon nem, arra konzítom, hogy csöndbe. És nyilván nem akarok meghalni, nyilván magamra raktam. És utána azért kértem el, hogy megnézzem, hogy ezt nem tehettem volna, de akkor már mindegy volt. Elmondtam volna, hogy... Nem. Abszolút ez nem, ez nem, eredeti. Nem, így van. Na drágáim! Amikor én csalok, az nekem nagyon fáj, ezt jobb, ha tudjátok, mert bűntudatom van egész. Borzalmasan érzi magát.